jazz, blues, átdolgozások, valamint klarinétkvártetre írt darabok is felcsendültek pénteken délután a Festetit Zeneiskola hangversenytermében. Az M-kvártet tagjai a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának klarinét szakos hallgatói. Nevükben is szerepeltetik iskolájukat, a kar rövidítése ugyanis MK. Jelenleg a Klarinét színei című turnék keretében szeretnék hangszerüket népszerűsíteni. Zala, Baranya és Pest megyékben lépnek fel a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Volt egy szuper lehetőség, egy pályázat, kiírás, és azt megírtuk a pályázatot, beadtuk, és így jött igazából az ötlet. A kvártett két tagja, Vas Benjamin és György Bence korábban Keszthelyen a Festetit Zeneiskolában tanult. Bodnár Sándor tanítványai voltak. Hangversenyeikkel céljuk, hogy közvetlenebb kapcsolatba tudjanak lépni a zeneiskolás diákokkal. Népszerűsíteni szeretnék hangszerüket. Az eddigi helyszíneken nagyon pozitívan fogadták őket, sokan voltak kíváncsiak rájuk. A jövendőbeli klarinét tanárok vallják, mindig nagy öröm, ha valaki elkezd tanulni valamilyen hangszeren. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert a zenei nevelés egy olyan hozzátétel a gyerekeknek az életvitelében, amivel csak fejlődni tudnak még jobban, mint mondjuk, hogyha nem tanulnak zenét. De persze ez nem csak erre vonatkozik, a sportra, bármilyen hasonló szabadidős tevékenységre. Keresni talán nem a gyerekeket kell, hanem minél több tanárt kell képezni, hogy a zeneiskoláknak legyen tanára, akik ezt a titulust be tudják teljesíteni. A koncert kapcsán Bánhidai Tamás, a zeneiskola igazgatója elmondta, nagy öröm minden alkalom, amikor hangversenyen vehetnek részt a diákok. Fontos, hogy lássák és hallják, hogy később mire lehetnek képesek, ha zenei pályára lépnek, vagy akkor is, ha csak hobbiból, de szorgalmasan tanulnak zenét. A keszthelyi intézményben is népszerűek a fafúvósok. Nem csak ennek a koncertnek, hanem úgy gondolom minden koncertnek fontos a léte itt Keszthelyen, és különösen itt a zeneiskolában. A klarinét hangszer, igen, népszerű hangszer, és talán a fafúvós hangszerek közül furulya után viszonylag könnyen megszólaltatható. Az M-kvártet összesen 10 koncertet a turnéja során. Novemberben még Bólyon, Mohácson, Budapesten és Pécsett is fellépnek.